Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV péntek esti híradóját látják, 2020. július 3-án, este 7:30-tól. Jövőre indul a Top 2, új pályázati lehetőséget kínál a megyeháza. Elismerések, kitüntetések és ünnepség, Semmelweis napot tartottak a Kalocsai Szentkereszt Kórházban. Július 1-én megkezdődött a csatornák füstölése, a kertvárossal kezdte a Kiskunvíz. Várja a megyeháza a települések fejlesztési terveit, támogatási igényeit, ugyanis jövőre indulhat a Top 2, vagyis a Térségfejlesztési Operatív Program 2. Erről a megyei közgyűlés elnöke Rideg László beszélt legutóbbi kalocsai látogatása során. A megyei közgyűlés elnöke Rideg László nemrégiben Kalocsán tartott sajtótájékoztatót, ugyanis idén a megye nap a Kalocsai Paprika Fesztivállal együttesen kerül megrendezésre, melynek városunk ad majd otthont. A tájékoztató során a megyei elnök azonban kitért arra, hogy jövő év elején indulhat a Top 2, amely nagy fejlesztési potenciát hordoz magával a térségre nézve. A megyei önkormányzat a TOP-nak rövidített területfejlesztési operatív program keretében a megyei keretből Kalocsán fejleszt, és éppen polgármester úrral beszéltük mánk, hogy a sajtótájékoztató után megnézzük az ipari parki fejlesztési területet, hogy hogyan is áll ez most, hiszen összekötjük a kellemest meg a hasznos, tehát a szükséges dolgokat is, hogy merre tovább a topos keretben, hiszen el kell, hogy mondjam, úgy néz ki, hogy a következő év elején indul a top 2-es üteme, ami azt jelenti, hogy 21 első hónapjaiba megszületnek a kiírások, tehát a következő fejlesztési ciklus is életbe lép. Az előző projekt 2020-ig tartott, azonban január 1-től indul a következő 7 éves uniós ciklus. Ennek jelenleg még nincs költségvetése, azonban Rideg László elmondta, német elnökség lesz, amely célként tűzte ki magának, hogy megalkotja azt. Így várhatóan január 2-án indulhat a következő uniós ciklus, amely értelmében ez év elején megszülethetnek a pályázati kiírások is. A terveket azonban már most várja a megyeháza. Minden önkormányzattól azt kérték, állítsanak össze egy top 10-es fejlesztési célkitűzéses listát, amelyek tartalmazzák a megigényelni kívánt összegeket is. Rideg László elmondta, ez nagyon fontos a megyeháza számára, ugyanis ebből derül ki számukra is, hogy a településeinek melyek a legfontosabb projektjei a jövőben. A megyei elnök kiemelte, várhatóan a top 2 hasonlóképpen fog kinézni, mint az 1, ugyanis marad a pályázási rendszer szerkezete. Azon a kormány nem kíván változtatni. A Kalocsai Szentkereszt Kórház július 2-án csütörtökön tartotta a hagyományos Semmelweis napi ünnepségét a Magyar Egészségügy napja alkalmából. A jeles eseményen elismerő okleveleket és kitüntetéseket vertek át az intézmény dolgozói. Minden évben ünnepi műsor keretében emlékeznek meg a Kalocsai Szentkereszt Kórházban a Magyar Egészségügy napjáról, azaz a Semmelweis napról. Az idén az ünnepi beszédek sorát Szívos Etelka, az intézmény megbízott főigazgató helyettese kezdte, aki elsődlegesen a koronavírus járvány elleni védekezés kapcsán történt változásokról beszélt, kiemelve a koronavírus gyanús betegek fogadására kialakított új osztály dolgozóinak áldozatos munkáját. A beszédek során dr. Svébis Mihály folytatta, aki felelevenítette a járvány hazai megjelenésének időszakát. A főigazgató reményét fejezte ki, hogy folytatódik az az egészségügyre fordított figyelem és megbecsülés, ami ebben a rendkívüli időszakban az egészségügyi dolgozók irányába megmutatkozott. A beszéd végén bejelentette, dr. Móca György nyugdíjba vonulása miatt a főigazgató helyettesi feladatokat eddig megbízással ellátó Szívos Etelkát július 1-i hatállyal főigazgató helyettesnek nevezte ki. Ezt követően a főigazgató és a főigazgató helyettes átadta a COVID-19 vírus elleni védekezésben kimagasló teljesítményt nyújtó közösségeknek készült elismerő okleveleket az egyes szakmai egységek vezetőinek. Így oklevelet vett át dr. Körmendi Szabolcs főorvos, Csatai Andrea vezető ápoló, Baranyainé Vörös Anikó vezető ápoló, Olán és Lezár Krisztina vezető asszisztens és Rubi Zsolt a betegszállítók vezetője.
Dr. Filvig Géza ünnepi beszédében háláját és köszönetét fejezte ki nem csak a város, de az egész térség lakóinak nevében, a kórház dolgozóinak, mert az emberi életmentését választották hivatásuknak. Türelmükkel, kedvességükkel, szakértelmükkel és kitartásukkal a nehéz helyzetekben is mindig mellettünk állnak. A polgármester köszöntője lezárásaként bejelentette, idén a kórház nagy közössége részesül Kalocsa város polgármestere kitüntető díjban, melyet az augusztus 20-ai ünnepi képviselő testületi ülésen adnak majd át. Dr. Bábel Balázs érsek ünnepi gondolatai után ismertették azoknak a nevét, akik a Bács-Kiskun megyei kórház kecskeméti ünnepségén vettek át Semmelweis napi elismerést. Az elismerések sora a Magyar Egészségügyi Kamara kitüntetéseinek átadásával folytatódott. Július 1-ével megkezdték a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Munkatársai a városban a csatornák ellenőrzését. Füstgenerátor segítségével töltik meg a csatorna rendszert a színes, légnemű anyaggal, mely jelzi, hogy melyik ingatlan csapadékvíz elvezetője van rákötve a szennyvíz csatornára. Szerda reggel vonultak ki a Kiskunvíz szakemberei a kertvárosba, a Tóth Mike és a Mikszáth Kálmán utca sarkán lévő csatornánál kapcsolták be azt a gépet, amely pár óra alatt füsttel telítette el e városrész szennyvíz csatornáját. Kollégáim csinálják a dolgukat, már két ingatlan első nap füstölt, amelyik benne volt az ellátási körzetben. Megtaláltunk egy egész utcát a lakszöves házak egyik utcába, ahol mindegyik, tehát valószínűleg a csapadék csatornára van kötve a szennyvíz csatornára, mert mindegyik háznak az ereszre füstölt, lehet nem is tudnak róla, hogy bele van kötve, mert azt még hajdanában a Petőfi lakszövetkezet építette, saját maga csatornázott a szennyvíz csapadék csatornát, és ők csinálták, tehát valószínűleg, hogy akkor történt ez a baki. Többek között ez lehet az oka annak, hogy a heves esőzések után gyorsan megtelítődik az Ecetgyár utca, azon átemelője, amely fogadja a szennyvizet. Arra kérek mindenkit, hogy kössön le a csatornáról, de ne úgy, hogy most be volt harangozva, és akkor holnap után visszaköt, mert a következő alkalommal, ha jövünk, akkor már nem fogok szólni, nem lesz bejelentve, hanem csak megcsináljuk a füstölést, levideózzuk, és akkor már komolyabb fellépés lesz. A törvény előírja, hogy a saját telekre hullott csapadékot a tulajdonosnak kell elhelyezni. Ebbe a száraz időszakban javaslom letenni olyan IBC tartályokat, vagy nagyobb csapadékvíztárolókat a földbe elásni, amelyre be lehet vezetni a csapadékot, és utána egy szivattyúval a legjobb öntözővíz. Még sokkal jobb, mint öntözésre, mint a barákai víz, mert tudjuk, a barákai víz az kemény víz, és az a növények talajszerkezetére nem nincs jó hatással, de a csapadékvíz az lágy víz, a legjobb öntözővíz. Azt tudjuk, hogy régen a parasztcsaládoknál, meg a városokban is minden háznál volt csapadékvízgyűjtő, abból mostak az asszonyok. A szakemberek a tervek szerint pár hét alatt leellenőrzik a város csatornáit, a kertváros után a belvárosban füstölnek, majd a szőlők közében fejezik be a munkálatokat. Egy autónyi felajánlás érkezett városunkba. A ruhás zsákok és a játékcsomagok a csókában táborozó roma gyerekek és a Nebuló speciális iskola diákjai között lesznek szétosztva. Lakatos György, a Kékmadár Fesztivál főszervezője autóval, fiai kíséretében érkezett a Petőfi Sándor utcai sportcentrumhoz, ahol, mint ahogy korábban beszámoltunk róla, nem sokára folytatódik a roma gyerekek számára szervezett csókatábor. Nekik szánta a fagott művész az adomány egy részét. A baloldali, ez jön a csókának, ez is a csókáé, vigyed be. Ágó, vidd be azt. Azt ad nekem, jó, nehogy szétszóroljon. Jó, jó, ez is mehet be, ez is a csókáé. Volt egy olyan adakozó, egy régi jó barátom, aki azt mondta, hogy pénzt nem tud adni, de tud adni egy csomó olyan, egy ruhakészítő, amikor fagottos volt, de úgy látszik, meggondolta magát, és azt gondolta, hogy a ruhaiparból jobban meg lehet élni, mint a fagottozásból. És ezt kikapcsolom a telefonomat, szóval ezt ő adományozta nekünk, ez a Kékmadárnak, és akkor én azért megmondom őszintén, otthon gyerekeim most már kezdenek fölnőni, egy-két gyerekruhát, gyerekjátékot, a jobb alapotúakat összeszedtem, és elejteztem, és összeraktam
ilyen 5-6 zsákot. Így volt olyan csomag, amiben teljesen új nadrágok sorakoztak egymás mellett, és akadt egy játékkal teli bőrönd is. Az adományokat a Magyar Pünkösdi Szeretett Szolgálat munkatársai, Sánta Béláné és Gelencsér Szegezdi Gabriella vette át. Nagyon köszönjük, lesz keletje, el fogjuk tudni osztani. Úgy gondoltam, hogy ez is jót tesz, egyrészt tudunk segíteni embereknek, biztos, hogy van, akinek ez nagyon jól fog jönni, akár a ruhanemű, akár a gyerekjáték, akármi. Másrészt a kékmadának is jó, hogy ilyet mi nem csináltunk soha, de hát ha ebben is tudunk segíteni rászorultakon. A Kékmadár Alapítvány számos beteg gyermek gyógyulását segítette eddig is pénzadománnyal. Ez pedig az első alkalom volt, hogy tárgyi felajánlásokat osztott szét a fesztivál és az alapítvány nevében Lakatos György, aki, mint elmondta, ha megkeresik, mindig próbál segíteni a bajban. Amit ők csinálnak, az fantasztikus, bejárják az egész országot, ők mindenhol visznek adományokat. Tavaly vagy nyáron jártam úgy, hogy csörög a telefon, fölveszem, itt Kavocsán voltam. Azt mondja nekem, jó napot, Kékmadár Alapítvány. Azt mondja, hogy van egy sérült gólya a Fogtai út mellett valahol, hogy tudná-e segíteni rajta. Mondom, miből tetszik gondolni, hogy a Kékmadár? Hát azt mondja, megnézte az interneten, hogy mi van, ami madarakkal foglalkozó valami dolog, és azt mondja, az telefonált nekem. És Isten bizony, elmentünk kocsival, de a gólya már nem volt ott. Szóval, hogy érted a hír, hogy terjed, hogy mit csinálunk. Bármikor jön egy telefon, hogy adnak valamit, azt megpróbáljuk megoldani. Az ajándékokkal teli autó a Petőfi Sándor utcából tovább hajtott a Nebuló speciális iskolához, ahol Csupor Zsolt Jánosné intézményvezető a diákok nevében nagy örömmel köszönte meg a felajánlásokat. Kalóz fiúk és kalóz lányok támadták meg Kalocsát, szerencsére csak játékosan, hiszen a Kids Club angol nyelvi táborának idei témája a kalózkodás volt. Kapó from the jellyfish, kapó from the jellyfish, kapó from the jellyfish in the afternoon. Így énekeltek az egyik délelőtti foglalkozáson az óvodások és leendő első osztályosok. Ilyen táborban a kicsik még nem vettek részt. Mivel ez egy tematikus tábor, az első napon az általános szókinccsel ismerkedtünk, készítettünk előre egy titkos térképet, amit kincsvadászaton kellett megtalálni, és a térképen rajta vannak, föl vannak rajzolva, ragasztva azok a szavak, amik a legfontosabbak a kalózok életébe. A második napon étkezéssel foglalkoztunk, mit esznek a kalózok. Lesz utazásunk a mai nap, tegnap volt ruhák és testrészek, és a holnapi napon pedig egy egész hetet összefoglaló játékos, dominós, bingós, kincskereső, szóismerő, ismétléses, éneklős játékos napunk lesz. Mivel ezek a gyerekek egyébként is tanulnak játékos formában angolul, most az alapok már megvoltak. Így megértették az utasításokat, feladatokat, akár kézműveskedés közben is. Mindenképpen fontos volt, hogy a dzsungelből papagájunk legyen, úgyhogy kézlenyomatos, nagyon-nagyon élvezték a kezüket összefestékezni, kézlenyomatos papagájt készítettünk, tollakkal és mozgó szemmel díszítettük. Minden táborunkban van egy útlevél, és mindig a táborhoz kapcsolódó útlevél. Ez az útlevélnek a 4 lapja, minden nap adunk hozzá valamit, illetve hogyha valaki nagyon ügyes valamiben a nap folyamán, akkor ebbe rakják a jutalommatricákat. Aztán készítettünk parafadugóból hajót, amit inkább csak tudta, hogy de hajó, amit megúsztattunk tegnap a medencénkbe, illetve ma zokniból fogunk polipot készíteni. Sokféle játékot, anyagot, kelléket lehetett ehhez a témához találni. Itt a kalóztáborban azt csináltuk, hogy egy kicsikét játszottunk, pihentünk egyszer, olvastak egy mesét, aztán következő napon, a második napon vízipisztolyoztunk, és a többi napon is, és minden napon lehetett egyet játszani. Meg pihentünk minden nap, meg angoloztunk, meg matricát ragasztottunk, meg ilyen színeztünk. Az iskolások jövő heti angoltábora pedig ekotábor lesz. Június utolsó hétvégéjén Csepelen szálltak vízre a KSE evezősei a FEC kupán. A fiatalok ismét bebizonyították rátermettségüket, és érmekkel megragadva tértek haza.
Első nyári versenyükön a FEC kupán bizonyítottak Németh Zoltán növendékei a hétvégén. Az edző beszámolója elején kiemelte, nagyon elégedett a kalocsai csapat eredményével. A legfiatalabbak, a T3-asok egy pár evezősben indultak 13 évesen a saját korosztályukban. Markó Diana egy igen szép versenyzéssel megnyerte a futamát. Ezt hát én gondoltam, hogy ez így lesz, mert itton is az edzéseken szépen teljesít. Ő nagyon izgult. Mondtam, ugye az is volt a tanács, hogy nem kell izgulni, ha csak azt megcsinálod, amit egy edzésen, akkor jó lesz az eredmény, ez sikerült is neki szerencsére. Ő utána ugye a T3-as fiúk következtek, ott Vörös Balázs második helyen szerepelt, második helyen ért be a futamában. Szintén ebben a korosztályban állt rajthoz Szejc Csanád is. Ő egy elég küzdelmes futamot húzott 1000 méteren, a nagy ellenfél egy szolnoki kisfiúval küzdöttek úgy 500 méterig, de szerencsére Csanád nem adta föl fejben sem, fizikálisan sem, így viszonylag nagy előnnyel meg tudta nyerni a futamát, így aranyérmet szerzett. A T4-es kategóriában a 14 éves lányok között szintén izgalmas volt a verseny, kapitány Clarissa és Németh Hanna ugyanis egy futamban versenyeztek. Mind a két lány szépen versenyzett, Hanna nagyon erőteljesen jött a csepeli versenyzővel végig, egy hajón belül tartotta magát, majd az utolsó 250 méteren egy nagyot hajrázott, és ezzel át tudta venni a vezetést, tehát az utolsó 250 méteren megnyerte a futamát gyakorlatilag, így aranyérmet vehetett át, Clarissa ugyanebben a futamban harmadik helyezett lett, és ő is, neki is úgy gondolom, hogy ez jó eredmény. Ugyanebben a korosztályban, de egy másik futamban versenyzett Kovács Anett, aki óriási küzdelemben végül az ezüstérmet szerezte meg. T4-es korosztályban négy párevezősben állt rajthoz legutolsó számként, ugye Markó Diana, kapitány Clarissa, Kovács Anett, Németh Hanna, kormányosuk Tamás Abigél volt. Ők egy nagyon szoros és egy nagyon jó versenyzéssel egy hajóra a Fradi csapata mögött értek célban. Úgy gondolom, hogy ez egy jó teljesítmény, főleg előre nézve a magyar bajnokságra, mert a Fradi az eddig is jól szerepelt. Ugye a tanul négy párban, és hogy ott tudtunk lenni mögöttük egy hajóval, az egy jó dolog, egy kecsegtető. A fiúk közül két pár evezősben Althammer István és Kocsis Bálint szerzett bronzérmet. Kalocsai színekben versenyzett Dorusák Dorina is ezen a hétvégén. Ő első alkalommal állt rajthoz 2000 méteren, és remek teljesítménnyel ért célba. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval és friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Híreinket megtekinthetik a Kalocsa TV honlapján. További szép estét és jó hétvégét kívánok. Viszontlátásra!